Sokatok megkérdezte tőlem, hogy miért is vágtam bele ebbe az angliai kijövetelemnek a levideózásába. És srácok, egy nagyon egyszerű válaszom van erre. Magamnak szerettem volna bizonyítani, hogy honnan jöttem, hová tartok, és hogy mit tudok elérni az életembe. Ha hülyén hangzik, vagy ha nem, én nagyon-nagyon az alján kezdtem. Szobában laktam, ettek, takarítóként dolgoztam, a leg, legutolsó, leggányabb ö, munkát végeztem. De de sokatok biztatására, illetve édesanyám biztatására, akármennyire is keményen odavágott nekem a sors, mindig fel tudtam állni. És ö, ez, egy, ez egy olyan dolog, hogy ö, ezt soha nem fogom tudni megköszönni azoknak, akik ebben segítettek hiszen ezek tettek ö, szerintem jobb helyzetbe, mint ahol voltam Magyarországon. Ha hiszitek, ha nem, én ezt az egész vlogozást, bármint az angliai részleget, amikor ide költöztünk, oda költöztünk, számoló. ezt azért is csináltam, hogy magamnak ö, bebizonyítsam, hogy már pedig erre képes vagyok, illetve hogy ö, honnan jöttem, hanem hogy, hanem hogy sokatoknak is biztatást adjak arra, hogy ha nem is külföldön, de mindenféleképpen megtaláljátok a helyeteket, és fogadjátok el magatokat, illetve törekedjetek a jobb életreményébe bármiért. Jó, ne, de teljes mértékben bármi, de, de szó majdnem, hogy teljes mértékben bármiért tegyetek meg annak érdekében, hogy az életetek jobb legyen. Hiszen most ha hülyén hangzik, hanem elvégzel egy iskolát, azt kinek lesz rossz? Senkinek, csak neked lesz jobb. Neked. Illetve, ha a munkahelyeden normálisan tudsz dolgozni, kinek lesz rossz? Senkinek, egyedül neked. Illetve bármi, ami, 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 ami rosszul, rosszat, hogy is mondjam, rossz történik veled, az csak egy dolog. Arra kell törekedni, hogy hosszú távon jó legyél. Ne az, hogy rövid távon, hogy jó meg legyél ezt az egyet kellett, hogy, hogy felfogjam itt a kintlétembe, létembe, hogy ne, azt nézzem, hogy már a hónapra, hogy élek, hanem azt nézzem, hogy milyen leszek tíz év múlva, milyen leszek 20 év múlva. Erre nagyon jó példa vagyok, gyerekek. Elkezdtem. Magyarországon volt egy szobám, meg egy, meg egy ikás szekrényem. Elkezdtük, semmim nem volt, semmim nem volt. Két hétig még lakhelyem se volt. Most már rá, kilenc hónapra rá, van egy saját lakásom, egy normális, hát, normális gépem, eléggé elég jó, és, és folyamatosan ível fölfele az életemnek a színvonala. Erre próbáljátok meg ti is törekedni. Akármennyire hülyén hangzik vagy, vagy ilyenek, hogy loholás, mind a szüleim mondanak, nem. Ezt azért mondják, hogy nektek jobb legyen az életetek. Én ezt nagyon későn értettem meg, és ezt a mai napig egy kicsit szív, ö, szív, szívok emiatt, de még nagyon fiatal vagyok, és be tudok pótolni mindent. És ezt próbáljátok meg ti is. Nem azt mondom, hogy ne bulizzatok, mert bulízzatok. De keményen tegyetek magatokat oda, ahova szükség van rátok, hogy a jövőtök jó legyen. Itt most lehet bármi. Ha, ha, ha mit tudom én, szereztek bármilyen állást, legyen az egy biztonsági őr, annál sáljatok meg. Ha, ha ez a hobbitok, mint például nekem, én videózni szeretek, ez a hobbim. Folyamatosan próbálok egyre jobb és jobb dolgokat csinálni, mert szeretnék fejlődni, jobb lenni abban, amit szeretek csinálni. És ezért is kezdtem el ugye az angol csatornát, hogy azzal is egyre jobb, színvonalasabb, meg, meg több emberhez tudom eljutatni azt, amit csinálok, és ezáltal fejlődök illetve bárki, ha horgászásból szeretnél megélni, vagy, vagy nagyon tetszik a horgászás, képes vagy 10 órán keresztül horgászni, hány műsor van a horgászatról, sporthorgászat ilyenek, az is jó. Ha, 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 testépítést szereted, akkor csináld azt, de ne, ne, csak csináld, hanem, hanem próbáld meg úgy odarakni magadat, mint senki más. És ez, a, ez az, egyetlen egy olyan dolog, amit ha hülyén hangzik, hanem az anyámtól meg az élettől tanultam meg. Hogy az mindenféleképpen csak és kizárólag a te hasznod lesz, ha, ha van benne odarakod magad. És az nem jó, hogyha megelégszel azzal, ami van. Ezért is jöttünk el. Az a jó, hogyha megpróbálsz minden áldott percben, minden áldott nap, vagy ha nem is minden nap, de legalább állandóan, amikor van rá lehetőséged, a jobbra törekedni. Ha nincs lehetőséged, akkor megpróbálj megteremteni magadnak, hiszen te vagy a saját sorsod kovácsa. Ez az egyetlen egy dolog, amit minden fiatal elfelejt manapság, hogy nem a szüleid nem múlik, hanem rajtad. Erre is itt kint jöttem rá. Édesanyám, nem annyira jó beszélni a nyelvet, viszont egy tündéri lelke van. Bármit megteszi nekem, bármit megtesz értem, de az a lehetőségei korlátozottak, mint ahogy jelenleg az enyém is. De nekem kell mennem dolgozni, nekem kell mennem ö, beszélni mindenkivel, és próbálni jobbra törekedni. Nem véletlenül iratkoztam itt, be, ki, itt kint, be a suriba, mert hogy szeretnék jobb lenni, mint angol terén, vagy bármi. Vagy a jövőbeli terveim, elmenni médiaszakra, vagy operatörködni, vagy, vagy vagy bármilyen. Vagy esetleg egy, ha már rendesen tudom a nyelvet, akkor a mikrofon túloldalán állni, és beszélni az emberekhez. Én ezt szeretem, ez a hobbim. A videóimból is szerintem lejött, hogy én nekem, én, én ezt szeretem csinálni. Akik meg le, le negatív aznak érte azok meg fityiszt nekik. Próbáljátok meg ti is mindenféleképpen a jobbra törekedni. Ha, ha egy repülőgép pilóta szeretnél lenni, akkor végezd el azt, de ne állj meg addig, ameddig, ameddig csak tudsz. Ha meg nem vagy elég kitartó, akkor meg bele fogsz fásulni abba, amit csinálsz, és szürke életed lesz, mint ahogy azt mindenki hangoztatja a filmekbe. És igen, majd át fogod élni, milyen az, amikor szürke az életed. Ne legyél ilyen. Próbáld meg mindig a legjobbat kihozni a lehetőségeidből, és próbálj meg mindig, mindig a lehető legjobb úton haladni, és próbáld meg kiteljesedni az az életedet egy olyan felé, ami számodra is megfelelő, és egy életed, életed végéig képes vagy azt csinálni, amit majd a végén el, ö, találsz magadnak melót. Mindig próbálj meg erre törekedni. Ez egy nem rossz dolog, és szerintem ezt próbáljátok meg a fejetekbe vésni, hogy minden rajtatok múlik, nem máson rajzatok. Ezért hoztam létre a csatornámnak egy bizonyos vlog szekciótját is, hogy, hogy, tudom, nem vagyok teljes mértékben jó példa, de mégis valamennyire legyen, legyen, legyen súlya annak, amit mondok, hogy én ezeken már átmentem. És próbáljátok meg jobbak lenni.